Halihó, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján. Elmegyünk egy csomó helyre vásárolni. Listával megyek be a Rossmannba, úgyhogy ez a Rossmann Holt. Természetesen szeretitek, meg is mutatom nektek. Előbb elmegyek, utána hazajövök. Mi érdekes, kutya meginugat. Szokásához szívvel, és megmutatom otthon, hogy akkor miket vettem. Remélem kapok mindent. Szatyor a vállamon, sikerre jártam, lássuk, hogy mi van a szatyorban. Na, sziasztok, itt vagyok. Egy pár óra eltelt azóta, hogy elmentem itthonról, és hazajöttem, és átöltöztem, mint láthatjátok, vagy hát nem tudom, hogy mennyire voltatok jó megfigyelők, egy ilyen kis sárga virágos nyári ruha volt rajtam, ma már igazán melegszik az idő, úgyhogy nagyon örülök. Ilyen sárga kiegészítőkkel, az új sárga szalamander papucsommal. És azért vettem föl ezt a gyönyörű szép és egészen különleges és egyedi ruhát, aminek egyébként ilyen csodálatos harang ujja van, ami, tehát itt az ujja része be van szűkítve, mell alatt is be van szűkítve, és egy egészen, hát majdnem, hogy térd alá, elég jóval térd alá érő, bő harang alakban végződő, egy szintén rojtos végű ruha van rajtam, és majd egyébként be is fogok vágni képet, lehet, hogy ide, majd így a videóba, hogy lássátok így egybe, hogy így egyébként miről van szó, ugyanis ezt most tényleg azért vettem föl, mert én tegnap voltam egy tévéforgatáson, ami nagyon-nagyon izgalmas, nem beszélhetek róla, de hogyha adásban lesz, egy bizonyos YouTube csatornán egyébként, és egy nagyon-nagyon menő dologról van szó, akkor úgyis majd fogom posztolni, meg úgyis fogok róla beszélni, és akkor már meg is hozhatok fotókat, stb. De egyelőre nem, viszont ezt tegnap a forgatásra vettem, mert hát meg is beszéltük a gyártással, hogy milyen stílus legyek, meg hogy mint, és ezt találtam ki, és hát mindenki egyébként odaig meg vissza volt ettől a ruhától, meg egyébként így tőlem úgy vagyok, de én kiraktam a fotót magamról az Instagramon, és többen is írtak, privátban is különben, meg a fotó alá, hogy nekem mennyire jól áll a kék, és hogy miért nem hordok több kéket, és meg kell mondjam, gyerekek, a frankót, ezt eddig én sem tudtam. Tehát igazából ezt a típusú kéket, tehát ez az ilyen királykék, tehát ez nekem azért annyira nincs a repertoáromon. Nagyon sok ilyen türkiszkék jellegű ékszerem van, ugye ez a csodálatos ametiszt nyaklánc, ami egy antik, és a nagymamámtól örököltem. Ugye ez a fülbevaló egy szett, most nem fogok itt mindent kipakolni, gyűrű van hozzá is különben karkötő, meg lánc, de egyébként tegnap ez így volt rajtam, ebből az ametiszt lánccal fülbevaló, illetve az opál gyűrűm. És most ezt miért mondom el, csak szerettem volna így ebbe fölvenni ezt a videót, hogy ti is lássátok, és írjátok meg, hogy mi a véleményetek. Egyébként tényleg engem is meglep, hogy ez a kék nekem mennyire jól áll, nem gondoltam. A másik, amit szeretnék még mielőtt bemutatom, mert ugye már ide készítettem magam mellé a szatyrot, amit a Rossmannból hoztam haza, mármint ami benne van. Szeretném megmutatni nektek a szempillámat. Tehát most megint megérkeztünk oda, hogy Ildikó Beauty poklább hatású pillái, és ez nagyon drámai, és olyan 3-4 havonta valahogy mindig elmondom, hogy na, most megtaláltam a szempilla festékemet, és egyébként nagyon sokáig, és még mindig nagyon szeretem, most megtaláltam a szempilla festékemet, ez az Art Deco Volume Supreme Mascara volt, aminek egy ilyen szilikonos keféje van, egy kicsit ducibb középen, keskenyül a vége felett, de egy egyenes fazon. És hát képzeljétek el, hogy ezt, amit most láttok a szempillámon, és szerintem ez valami brutál, és higgyétek el nekem, egy festéssel is már nagyon-nagyon látványos, ez egyébként két réteg, és szerintem, ha én még egy réteget rátennék, akkor körülbelül felakadna a szemöldök, míg a szempillám,
Na jó van, akkor lelövöm a, most már tényleg lelövöm a poént, tehát az a lényeg, hogy ez egy essence, egy drogériás essence, szempillapesték, The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl, és tényleg extrém dús, extrém dúsítja és kunkorítja föl nekem a pilláimat, és nézzétek meg, hogy egy ilyen tipikus curl applikátora van, nagyon-nagyon jó rá megy a szempillám, nem visz föl egyszerre sokat, de mégis nagyon látványos, úgyhogy most ezt mindenféleképpen szerettem volna nektek megmutatni. Ezt egy kicsit kijavítjuk. De úgyis benne lesz gyerekek a következő valamelyik szerdai kedvences videóba 1000%, úgyhogy számítsatok is rá. Hát akkor figyeljetek, csapjunk bele ebbe a Rossmann holba. Itt van mellettem a szatyor, ugye avval szoktam kezdeni, hogy ki szoktam venni a blokkot. Ez ma sem lesz másképp, most is így fogok tenni. Egyetlen egy 10%-os kuponom volt, amit fel tudtam használni, így lejött 2500 forint, a végösszegből 21.000 forintot fizettem. Mutatom nektek a számlát. Megint csinálhatjátok, hogy így kimerevítitek, fölnagyítjátok, tudjátok, így a képernyőt így széthúzzátok a telefonon, ha ott nézitek, és meg tudjátok nézni mindennek a pontos árát, mert én egyébként annyira nem emlékszem. Még egyszer egy ilyen totál. És hát akkor csapjunk is bele, azt előjáróban elmondom, hogy most igazából nem emlékszem, hogy valami olyan kiugró extrát vettem volna. Listával mentem, és ezek a termékek, amik most benn vannak a szatyorba, ezek elfogytak, és szükségem volt rá, és ezeket vásároltam újra. Először is vettem, vagy hát én nem is tudom, hány darab, de szerintem legalább 4 darab ilyen Libres Good Night 16 darab extra ultra large betétet. Ez ugye 2x8, tehát egy ilyen duopak. Ezt is már többször elmondtam, nekem ez az egy, ami bevált. Erre esküszöm, ebben nem ér soha meglepetés. Már egyébként egy használatban, tehát egyből, hogy hazajöttünk, már bontottam ki, mert hogy szükségem van rá. Úgyhogy összesen 4 darabot vettem, és én ebben nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. A WC-be most a múltkor már vettem ezt a Domestos beakasztható illatosító, fertőtlenítő ilyen golyócskákat, és egyébként ennek annyira finom illata van, hogy még így a műanyag fólián vagy műanyag dobozon keresztül is extrém módon érzem ezt a virágillatot. Úgyhogy, és ebben tényleg most nagyon meg vagyok elégedve. A másodikat lógattam ma be, hát olyan 2 hétig bőven elég volt egy, úgyhogy én most újra vettem egy ilyen virágillatút. Vettem, mivel most így a nyaralás során történt egy kis baki, és valahogy nem tudom, most már tényleg lehet, hogy meg fogom jelölni a fogkrémeket nálunk, illetve a fogkeféket, vagy meg fogom pöttyözni körömlakkal, hogy kinek melyik a fogkeféje, mert valahogy ez most így összekeveredett, úgyhogy most kidobtam az összes fogkefét, és most vettem 2 újat, ezt a Colgate, ebbe egyébként 2 darab van, tehát ilyen gazdaságosabb a csomagolás, van egy rózsaszín, meg egy kék, hát talán így azért meg fogjuk tudni különböztetni, értelemszerűen szerintem én a rózsaszínt fogom használni, úgyhogy de nekünk ilyen elektromos fogkeféink is vannak, ott is a szín szerint szoktuk a keféket elkülöníteni, hogy kinek melyik, illetve van ilyen zuhanyzós dolog, ilyen szájfertőtlenítő gép, tehát szóval egy ilyen komolyabb felszerelésünk van, de amikor tudjátok, hogy elmész nyaralni, és most majd megint lesz egy ilyen kis utazás, én nem szeretném az, hogy az én fogkefémmel más moson fogad, tehát ez nekem valahogy ilyen, na szar, ez nem. Úgyhogy ezért most vettem ezt, és nagyon remélem, hogy valahogy meg tudjuk jegyezni, hogy a pink az enyém, mondjuk a Feri a kék, és így tovább, és így tovább. Hajszekció következik. Méghozzá elfogyott a hajlakom. És most nem azért mondom, de különben látszik is, hogy ma
nem hajlakoztam be a hajamat, illetve van egy nagyon erős hajlakom, amit Kittitől, az én egyik nagyon aranyos követőmtől, akit kisorsoltam egy múltkori, hát nem nyereményjáték, mert felajánlottam a nem használt sminkjeimet, és mondtam, hogy csak az írjon, aki szeretné, ilyen egyszer-kétszer használt palettákról volt szó, én nagyon szívesen, aki ezt kéri, én oda ajándékozom, de annyian írtak, hogy tehát ki kellett sorsolnom a két szerencsést, és Kittivel egyébként találkoztam személyesen, és kaptam le egy nagyon erős TG márkájú hajlakot, de igazából azt kell mondjam, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Taft hajlakot, és megmondom miért, mert bár én mindig ezt a fekete erős, ötös erősségű hajlakot vásárolom, mégis akárhogy is befújom bele a hajamat, azért ebben nem lesz beton, viszont nagyon-nagyon jó tartása lesz, úgyhogy ezt most szemléltetni is fogom. Én azt szoktam csinálni, ugye, hogy egy picit ugye itt beállítom itt oldalt, hogy ugye ne essen a szemembe a hajam, és akkor ezt ráfújom, és még abban a pillanatban, amikor még ez nem szállat össze, egy kicsit így beletúrok a hajamba, és ezért lesz egy picit természetesebb esése, és nem olyan lesz, hogy tudjátok, úgy maradt a hajam, mint egy beton. Úgyhogy én nem is tudom, szerintem 25 éve Taft hajlakokat használok, és nem is vagyok hajlandó erről lemondani, pedig már ennek is kezd ilyen csillió ára lenni, pedig nem is egy olyan, nem tudom milyen vászizdász márkáról van szó, de minden esetre én ezt most újra vettem, mert ugye az előző elfogyott, és szintén fogy a száraz samponom, és én rátaláltam az Isanának erre a nagyon klassz Wild Leo száraz samponyára, aminek van egy nagyon finom illata, és az eddigi, így az Isana száraz samponok közül nekem ez vált be a legjobban az eddigiek közül, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy ez egy nagyon nagy kedvenc lett, és ajánlom is nektek, persze, aki szereti a száraz samponokat. Még mindig hajszekció, miután nekem most elfogy a hővédőm is, és az utóbbi időben, ami nagyon-nagyon bevált, és nagyon számítok is ennek a nagyon jótékony hatására, és én úgy érzem, hogy nagyon látványos és látszik is, a L'Oréal Elsev Dream Long termékcsaládból veszem ezt a hővédő sprét. Először is nagyon finom illata van, nagyon szeretem a hajamon, én érzem, hogy ez használ, nem károsítja a hajamat a hajszállító, egyébként a nyár folyamán nem is sokszor hajszállítoztam, őszintén megmondom, én nagyon-nagyon ritkán vasalom a hajamat, de amikor ez megtörtént, akkor is ebben tincsenként befújtam, és szerintem ez nagyon-nagyon jó, úgyhogy ezt nagyon szeretem, és van most egy tényleg egy kedvenc hajsamponom. Az összes hajsampon közül azt kell mondjam, hogy ezt szerettem meg a legjobban, és tényleg valahogy a leges-leges legszebb a hajam, hogyha ezzel mosom meg, egyébként ma is ebben, illetve tegnap ebben mostam meg a hajamat, ugye a TV felvételre megmostam, és be is volt szárítva, meg nagyon szépen nézett ki, egy kis sminket is kaptam ott. Egyébként nagyon meg voltak velem elégedve. Azt mondta a sminkes, hogy gyakorlatilag hozzá se kell nyúlni az arcomhoz. Hát ő ugye nem tudhatta, hogy én Ildikó Beauty vagyok, mert ott mind más minőségemben voltam, mint művésznő. De aztán elmondtam neki, hogy ez nekem egy nagyon nagy szenvedélyem és hobbim és mániám, és aztán nagyon érdeklődött, hogy az én kis cicás, sminkes táskámba miket hoztam magammal, úgyhogy ezeket aztán úgy megnézegette, meg megbeszéltük. Nos, visszatérve a haj dolgokra, tehát ő lett nekem most az abszolút kedvenc hajsamponom, a Schaumának ez a Q10-es hajsamponja, ami tényleg azt írja, hogy Tuning and Weak Hair, tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, vagy Thinning, bocsánat, tehát azt kell mondanom, hogy ez a hajsampon nekem
szó szerint, egyébként azért ma olvastam először tuningot, mert pont ezt akartam mondani, hogy így megtuningolja az én hajamat. Tehát tulajdonképpen nem mondtam hülyeséget ezzel, ez a hajsampon az én hajamat gyakorlatilag újjá varázsolta. Tehát én nyilván szedem a kollagénkapszulákat, nyilván vitaminokat szedek, nyilván balzsamokat használok, maszkokat, stb. De én szerintem ez a hajsampon, ez mindent víz. Tehát, hogy én ezt annyira megszerettem, és most már szerintem harmadjára, negyedjére vettem újra, úgyhogy ha még nem próbáltátok, próbáljátok ki, ez egy elég nagy kiszerelés. Ez egy 400 millis kiszerelés, és nagyon-nagyon ajánlom, nagyon jó szívvel, és szerintem eléggé látszik is a hajamon, hogy milyen jó állapotban van. Jön még itt egy folyékony szappan, és megmondom a frankót, hogy most ezt azért vettem meg azzal együtt, hogy én ezt nagyon sokat vásároltam, és mostanában inkább Balea folyékony szappanokat vettem a DM-ben, mert egyébként esküszöm, figyeljetek, ez volt a legolcsóbb. Tehát, hogy most már nincsen 230 forintért folyékony szappan, ezért 400 valamennyi volt, ez volt a legolcsóbb. Egyébként ezt mondom, nagyon szeretem is, és szükségem van most megint utántöltőre, úgyhogy azért jött, és semmi más okból kifolyólag pont ez velem. És ha jól látom, igenis jól látom, most már csak arcápolási termékek jönnek, és megint ez a Rossmann Hol vágatlanul című videókat láthatjuk, Ildikó Beauty csatornája, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök, még egyszer nem állítottam le a videót. Nos, jönnek most mindenféle maszkok. Először is elfogyott, már csak egyetlen egy kis tasakom van, az Izana Q10-es szem alatti tapaszból, és én nekem ez nagyon fontos, én ezt nagyon szeretem. Úgy szoktam egyébként egy kis trükk, hogy alá szoktam koffeines szérumot tenni, és úgy teszem rá ezt a tapaszt, ez Jedi, úgyhogy ez nagyon-nagyon bevált. A másik, hogy a Baleántól az ultraszenzitív arclemosógélt használom, ami valamilyen szinten valahol nekem így egyenértékű, tehát én ezt így egy polcra teszem, ebből az izanás, és most gyerekek, pontosan el szeretném olvasni, mert szerintem ez ilyen aloe verát is tartalmazó. Tehát ez egy szappanmentes arclemosó gél, pontosan aloe vera és uborka kivonattal. Valahol, valamelyik német, vagy a Maxim Giacomo, vagy a Sikimiki csatornáján láttam, hogy ilyen dupokat próbáltak párhuzamba állítani, tehát ami ő szerintük dup, tehát és az arc szekcióból, tehát ami mondjuk megfelelő egy high-end márkának egy drogériás, és pontosan a Balea ultraszenzitív arclemosó gél volt a La Roche-Posay arclemosó géllel így párhuzamba rakva. Azt hiszem, hogy talán a Sikimikinek volt az a véleménye, hogy nagyon-nagyon hasonló. Úgyhogy, és egyébként én nagyon-nagyon szeretem ezeket az Izana, illetve Baleás lemosókat, és mivel ma Rossmannban voltam, és ez a Balea most el fog fogyni, ezért én szerintem nem lőttem mellé azzal, hogy én ezt vettem meg. Egy nagyon-nagyon pici kis illata van, szerintem ez az ilyen aloe vera uborka kivonat lehet, minden esetre nekem ez a kettő, ez csúcs. Tehát nekem vannak arcpermeteim, a Mario Badescu-tól is, uborkás is, aloe verás is, és minden, ami aloe vera, én azt imádom, úgyhogy ezért vettem meg ma őt, és szerintem jól tettem. És a végére hagytam fátyol maszkokat. De nem mindegyik az enyém. Meg kell mondjam, hogy nem mindegyik az enyém, mert én most már nagyon-nagyon készülök, és hát elmondom nektek az igazat. Hát miért hallgattam, mert mikor már ki is posztoltam egyébként valahol, talán az Instagramon, hogy ugye elértük itt az Ildikó Beauty csatornáján a 4000 követőt, és készülök egy nyereményjátékkal. Én szerintem nagyon-nagyon szép és tényleg exkluzív dolgokat válogattam össze.
Sminkekről van szó, de én arra gondoltam, hogy ebbe a nyereménycsomagba én bele fogok tenni egy-két arcmaszkot is, mert azért az én csatornámnak főleg a legszorosabb és a legelhivatottabb vezérszála azért az arcápolás, és azért egy ilyen nyereményjátékból nem maradhat ki szerintem a csomagból valami arcápolási dolog. Úgyhogy amit gondoltam még berakni ebbe a nyereményjátékba, vettem egy ilyen szemmaszkot, amiben hialuron és zöld tea kivonat van, úgyhogy ez belemegy majd a nyereményjátékba. Egyébként ezeket én már próbáltam, és nagyon-nagyon jó. Amit magamnak vettem, a kollagén booster, amit szintén nagyon szeretek, vettem magamnak is egy szemmaszkot, tehát az egyiket most például külön is rakom, mert ott már van egy elég nagy szatyor, illetve nem is szatyor, hanem egy dísz doboz, de ezt most meg is mutatom nektek, csak nem akarom, hogy azért látszódjon, hogy mi van benne, úgyhogy ilyen cselesen, szóval egy ilyen nagyon kis szép, ilyen 3D-s, látjátok, hogy egy ilyen öltöny van rajta, szerintem állati jól néz ki, és ebben gyűjtögetem szépen az ajándékokat, most már nem nagyon fér bele, úgyhogy ebben most bele is helyeztem ezt a szemmaszkot. Akkor vettem magamnak ezt, mert még nem próbáltam ki, és ezt nagyon szerettem volna kipróbálni, ezt a Pielor Vital Infusion Brightening Face Mask, ami egy vörös grapefruit kivonattal, hialuronik acid és kollagén, 20 perces maszk. És ez így néz ki, úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ezt én még nem próbáltam ki. És ez egy, ha jól látom, török? De ez most, ez biztos, hogy nem koreai márka. Igen, Türkei, Midi Türkei. Úgyhogy azt mondja különben, kollagén, hialuron, jó. Tehát mindent elmondtam róla, amit tudni kell, úgyhogy erről nagyon-nagyon be fogok számolni, nagyon kíváncsi vagyok rá. A kis csomagba, itt mellém, a nyereményjátékba kerül még egy fátyolmaszk, és ezt azért választottam, mert én nagyon nagy állatvédő vagyok, imádom az állatokat, és ezen egy annyira cuki kis bulldog van, hogy ezt én nem bírtam ott hagyni. Azon kívül én ezt a maszkot is már használtam. Ez egy hialuronos, és szintén gránátalma, tehát ebben is egy ilyen gyümölcs kivonat van, hialuron és gránátalma kivonat, úgyhogy ez is megy a nyeremény szatyorba, és magamnak még vettem, mert ezt viszont még nem próbáltam, ezt az Izana hidrogél uborka kivonatos, és nem, ez is aloés, de érdekes, ez is aloe verás és hialuronos szem alatti tapaszt, úgyhogy végül is, amit magamnak vettem, az két fátyolmaszk és két szem alatti tapaszt, és ami megy a nyeremény játékba, az a fátyolmaszk és a szem alatti, illetve nem szem alatti tapaszt, mert ez egy ilyen szem ápoló, olyan, mint egy ilyen állarc fátyolmaszk. Nos, lányok, fiúk, ennyi volt ez a rossz manhol. Én nagyon remélem, hogy tetszett nektek, szerintem jó dolgokat vettem. Nem nagyon lőhetek mellé, mert ezeket a termékeket régóta használom. Beváltak, nagyon szeretem, ezeket újra vettem, úgyhogy céltudatosan mondom, listával mentem szépen a sorok között, és vásároltam meg ezeket a termékeket. Amit nem hoztam ide, de ettől tekintsetek el, vettem még 3 Rossmann saját márkás macska almot, úgyhogy azokat én nagyon szeretem, és azokat szoktuk használni. Úgyhogy itt a mese vége, fusse vége, itt van ennek a Rossmaholnak a vége. Remélem, hogy jól szórakoztatok, örülök, hogy velem voltatok, és hamarosan jön ez a nyereményjáték, úgyhogy én szerintem talán ezután a videó után fog majd kimenni. Azért ezt egy kicsit át kell gondolnom, mert az egyik
nyeremény az egy sminkpaletta, amiből én kettőt vettem, miután az egyiket ki fogom próbálni, tehát tesztelni fogom a videóba, a másik meg ki lesz sorsolva, de ne ugorjunk ennyire előre, itt most én befejezem ezt a videót. Köszönöm, hogy velem tartottatok, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, ha tetszett, kommenteljetek, és találkozunk hamarosan. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!